Tiszteltek, köszöntöm a Williams Televízió valamelyik kedves nézőit, önök a Kikötő című magazin műsorunkat láthatják. Mai vendégünk pedig Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, országgyűlési képviselő. Köszöntöm államtitkár úr a stúdiónkban. Jó napot kívánok! Kedves nézőink talán tudják, hogy államtitkár úr közel 2 éve járt utoljára itt a stúdiónkban. Kormány felállása után megkapta új posztját, önkormányzati államtitkár lett. Hogy telt el az elmúlt 2 év? Nagyon röviden erre számított? Hát alapvetően gyorsan, nagyon gyorsan megy az idő. Nyilván egy teljesen új feladatot kellett megszokni, átvenni, új kollégákkal, új munkatársakkal, és hát egészen más szemszögből látva az önkormányzatokat, vagy más szemszögből látva a politikát. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép feladat, sőt, nyilván nagyon megtisztelő az embert, ilyen feladattal megbízzák, talán hasznosítani tudom mindazokat, amiket az elmúlt években tanultam, tapasztaltam. Erről még beszélgetni fogunk. Kedves nézőknek pedig elmondom, hogy a következő 20-25 percben milyen kérdéseket érintünk. Szó lesz a migráns kérdésről, mindenféleképpen beszélünk az önkormányzati feladatokról, polgármesterekkel történő kapcsolattartásról. Érintjük a közbiztonság és a helyi fejlesztések kérdéseit is. Államtitkár, akkor vágjunk a közepébe, kezdjünk a migráns kérdéssel. Ugye minden települési és megyei önkormányzat, nyugodtan mondhatjuk, hogy határozatban ítéli el a betelepítési kvótarendszert, hiszen úgy fogalmazták meg, hogy a kvótarendszert azért nem fogadhatjuk el, mert ez szinte meghívót jelent a migránsoknak. Ezzel a mostani helyzet pedig csak fokozódik, aláírásukkal állnak ki amellett, hogy nem kérünk a kvótarendszerből. Hogyan áll ez a kérdés az ön körzetében? Én azt gondolom, hogy ebben alapvetően egységes a társadalom, és egységesek az önkormányzati vezetők is, hiszen a migráció okozta kihívások, akiket közvetlenül érintettek a múlt évben, azok nagyon-nagyon rossz tapasztalatokat szereztek, és ezekről számoltak be. Így egyértelmű, hogy a választókörzet települései, de az ország szinte valamennyi települése állást foglalt a kvótarendszer ellen, hiszen a kvótarendszer egyföl végrehajthatatlan, másföl embertelen mindenkivel szemben, hiszen az a migráns, az az ember, aki Európába jön, és a svéd vagy a német jóléti társadalmat, az ottani segélyeket szeretné megkaparintani, az nyilvánvalóan nem Magyarország vagy mondjuk Bulgária életszínvonalán és segélyszínvonalán szeretne megkapaszkodni. Tehát hiába próbálják szétosztani ezeket az embereket az Európai Uniós országok között, vissza fognak menni Németországba, vagy éppen Svédországba, Dániába. Miközben újabb és újabb migránsok érkeznek Európába. Magyarországot a kerítés, illetve a kialakult hármas védelem, a jogi, a felvonultatott határrendészet, illetve a kerítés együttesen meg tudtam védeni az elmúlt hónapokban, de látszik az, hogy a migráns eredet nem csökkent, a legrosszabb időben, időjárási körülmények között is nagy számban érkeznek Európába, tehát a konfliktust, a problémát nem lehet megoldani egyszerűen azzal, hogy megpróbálja Németország ráerőltetni a többi országra, hogy az ő vezényszavára, szétosztásra kerüljenek ezek az emberek. Ráadásul azért látjuk, hogy most már a Németországgal egyébként nagyon sok mindenben egyetértő országok sem akarnak több migránst befogadni, tehát a probléma az sajnos terítéken van, és hát a magyar kormánynak nagyon fontos feladatai vannak még ezzel. És a államtitkár úr úgy fogalmaz, hogy több ország kijelentett, hogy nem akarnak az európai akarat ellenére befogadni. Az egy friss hír, Finnország például már 100-asával szeretné visszaküldeni az ott lévő migránsokat Irakig. Svédek már korábban ugye bejelentették, hogy mintegy 80 ezer embert szeretnének Svédországból visszaküldeni, és hát ez Ausztria bejelentette, az osztrák külügyminiszter éppen napokban beszélt arról, hogy 1-2 hónapon belül biztos, hogy elérik azt a számot a migránsok, aminél többet Ausztria nem tud befogadni, és hogyha valaki megnézi ezt az egész folyamatot, és végighallgatja mondjuk a német vezetők reagálásait, vagy legalábbis egy részük reagálásait, miközben egyre inkább az osztrákok is, a svédek is bezárkoznak, aközben azt mondják, hogy de a balkáni államok, a közép-európai, kelet-európai államok továbbra is engedjék be ezeket a menekülteket, tehát mint egy puffertként szeretnék itt tárolni őket, és utána kiválogatni azt, ami nekik, azokat a képzettségűeket, felkészültségeket, akik nekik jók. Ezt mi semmiképpen nem tudjuk elfogadni. A visegrádi négyek, a balkáni államok együttműködése, az mind ez ellen irányul.
Egy teljesen friss információ, ma reggel hallgattam a közszolgálati rádióban, hogy 110-en lépték át tegnapi napon a határt. Ez egy új folyamat, hiszen a határzár felállítása óta szinte nulla volt a napi illegális határát lépők száma, és ugye mutatta a köztévé is, hogy Vámosszabadi környékén megjelentek a úgymond csellengő migránsok. Ez minek tudható be? Illetve ugye itt visszautok arra, hogy tegnap ugye megkezdődött az országgyűlésnek a tavaszi ülésszaka, itt is ugye szóba jött a határzárnak a megerősítése, a miniszterelnök úr újra megfogalmazta ezt. Azzal, hogy a balkáni államok, Szlovénia, Horvátország is érzi azt, hogy előbb-utóbb a német-osztrák vonalon nem fogják tudni tovább küldeni, tovább engedni a migránsokat, egyre jobban igyekeznek zárni, egyre jobban igyekeznek szűrni. Miután az embercsempészet és ez a migráció azon túlmenően, hogy egy tömeges emberüldözésből keletkező népvándorlás, azon túl egy óriási üzlet ez az embercsempészeknek, és az embercsempészek tesztelik azokat a lehetőségeket, ahol, hogyha egyik kapu bezárul, akkor a másik irányba el tudjanak indulni. Én azt gondolom, hogy ez folyik most is a magyar határon. Nyilván mi erre most már hónapokkal ezelőtt felkészültünk. A visegrádi négyekkel, ha megállapodás megszületik, egy második védvonal kiépül, akkor ez egyre szorosabb zár lesz, egyre nehezebb lesz átjutni rajta, de ettől függetlenül nyilván meg fogják próbálni, hiszen azt azért lehet hallani, hogy 8-10 ezer eurót elkérnek egy ember Európába juttatásáért, tehát óriási üzlet, nagyobb üzlet ma, mint a kábítószer. Hát bízom benne, hogy egyre kevesebbet kell erről beszélni, és a magyar kormánynak a migráns politikája, úgy, ahogy a több európai vezető is megfogalmazta, célra vezető lesz. Államtitkár úr, térjünk át akkor a főcsapás irányra, hiszen az ön funkciójának, titulusának és a megnevezése önkormányzati államtitkár. Ön mindenféleképpen szeretne eredményes, illetve gyakori kapcsolatokat teremteni a települési önkormányzatokkal, polgármesterekkel, gyakran találkozik. Mi foglalkoztatja mostanság a települési önkormányzatok vezetőit, a polgármestereket, a képviselőtestületeket? Nagyon gyakran találkozik velük. Most a legizgalmasabb az az új Európai Uniós pályázati ciklus, pénzügyi ciklus és az ott elnyerhető támogatások. Ez az egész országban egy komoly lehetőség, és erre nagyon sokan készülnek. Ugye Pest megye ebben egy egészen különleges, és hát nem kedvezményezett, tehát rossz helyzetben van, de a Pest megyei önkormányzatokat is nagyban foglalkoztatja az, hogy abból, ami marad az EU-s támogatási lehetőségekből Pest megyére, azt hogyan lehet felhasználni, illetve keressük mindannyian, hogy hogyan lehet belföldi forrásokból pótolni mindazt, amit Európai Uniós forrásból nem lehet elérni. A polgármesterek is gyakran találkoznak egymással, nem csak önnel, és itt ugye kicserélik a tapasztalataikat, beszélgetnek közfoglalkoztatási programok, gazdálkodásról, és ha már gazdálkodás, azért a települési önkormányzatok képviselőtestületének napirendjén mostanság a költségvetés szerepel. Nyilván nincs olyan költségvetés, amit ne lehetne jobbá tenni, vagy ne lehetne jobbat kívánni. De összességében én azt látom, és ez nagy a számokon is az nyomon követhető, hogy az a típusú finanszírozási átalakítás, az a típusú reform, ami végigfutott az önkormányzati támogatásokkal, a normatívák átalakítása, illetve a feladatfinanszírozásról való áttérés, ez döntően stabilizálta az önkormányzatok helyzetét, a hitel terhelés, a hitelek visszafizetési kényszere, ez megszűnt, és az évről évre megismételt működési hiányra, hibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések pályázatára beérkezett pályázatok száma és az erre elköltött forrás is évről évre csökkenhet. Tehát látszik az, hogy stabilizálódott az önkormányzatok működési költségvetése. Ehhez nyilván nagyon jó lesz, és nagyon jó lenne, hogyha mielőbb elérnénk azt, hogy a költségvetés nagyobb szeletet tudna belföldi forrásokból biztosítani. Akár a működtetést követő karbantartások, tehát az önkormányzati intézmények, utak, egyáltalán az önkormányzati vagyon karbantartására, felújítására és a fejlesztésekre. Magyarország ma abban a helyzetben van, hogy a fejlesztések döntő részét azt csak Európai Uniós forrásból tudja finanszírozni, a belső gazdaság még nem teremt arra elég
jövedelmet, hogy ez belső forrásokból menjen, viszont azt is tudjuk, hogy az EU-s források azok működtetésre, illetve felújításra, karbantartásra nem hasznosíthatók. Itt kell megkeresnünk a belföldi pénzeket. Mielőtt azonban még a fejlesztésekre átérünk, államtitkárról mindenféleképpen beszéljünk, önhöz tartozik Péteri település, ahol ennek az önkormányzatát egy másik kérdés is érinti, ez pedig választások lesznek hamarosan márciusban. Így van, Péteren egy sajátos helyzet alakult ki. A polgármester és a képviselőtestület között megromlott a viszony, és a képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy feloszlatja a képviselőtestületet, feloszlatja önmagát, így a polgármester megbízatása és a képviselőtestület megbízatása is megszűnt. A jövő hónap elején lesz az önkormányzati választás, ahol Péteri lakói új polgármestert, illetve új képviselőket választanak, és hát gyakorlatilag újra indul, vagy hát folytatódik, mert a ciklus nem hosszabbodik meg ezzel természetesen, de folytatódik a munka. Ez nyilván egy izgalmas időszak. Én azt gondolom, hogy sosem szerencsés, hogyha egy településen ciklus közben kell váltani, hiszen az bizonytalanságokat hordoz magában, de ugyanakkor nyilván nem tartható fent egy olyan állapot, amikor a képviselők és a polgármester nem tudnak egymással dolgozni, hiszen ennek következtében egy tulajdonképpen kormányozatlan, irányítatlan időszak áll fent, hiszen vita folyik a település vezetői között, nincs egyetértés, tehát nem tudnak egy irányba navigálni. Ezért nyugtassunk meg mindenkit, Péteriben továbbra is ellátják feladatukat a képviselők? Így van, a működés folytatódik, így van, egy ügyvívői szerepben a működés az folytatódik. Akkor most beszéljünk képviselő úr, államtitkár úr a fejlesztésekről. Nagyon sok helyi fejlesztés ünnepélyes átadóján vett részt az elmúlt időszakban. Ivóvízminőségjavító beruházások, útfelújítások, nagyon sok minden volt ebbe. Mi jellemzi az önkörzetét? Miben tudtak fejlődni az elmúlt egy-két évben? Az agglomerációtól eltérően a megye középső, illetve keleti-délkeleti része még infrastruktúra értelemben is, infrastruktúrálisan is elmaradott volt. A csatornázás is most fejeződött be jó néhány településen, Nyáregyházán, Dánszent Miklóson, illetve Káva, Bénye, Mende a választókörzetben, akik most fejezték be a csatornázást, Pánt. Tehát ők most zártak le egy nagyon fontos közműépítési szakaszt, aminek persze van egy hozománya, hiszen ennek mindenki nagyon örül, hogy van csatorna, de mindenkinek a következő nagy igénye, hogy a belterületi utak is ezt követően rendeződjenek, hiszen egy csatornázást követően rendkívül rossz a belterületi úthálózat, tehát valóban ez egy nagyon fontos program. Ivóvízminőségjavítási programok futottak le, az Európai Uniós támogatások felhasználásával lényegesen jobb minőségű víz kerülhet az asztalra több településen is. Ezek a programok is valóban lefutottak, és hát folyamatban voltak intézmények energetikai korszerűsítései, akár Monoron, akár a környező településeken, Nyáregyházán, Gombán, illetve a monori rendőrkapitányság szintén egy ilyen energetikai korszerűsítésen esett át, de mondhatnám őrként, ahol például műfüves pálya átadás történt, óvodai férőhelyek bővítése történt, tehát zajlik az élet, folyik. Mindenképpen más, bármennyire is furcsa hangzik, más egy kicsit az életritmus, más egy kicsit a feladat Budapest határától 10 kilométerre, és más 35 kilométerre. Nyilvánvaló, az én választókörzetemben tartozó települések jelentős részénél komoly gondot okoz, hogy nem helyben van a munkalehetőség, hanem mondjuk az agglomerációban vagy a fővárosban, tehát nagyon fontos a közlekedés, ezért nagyon fontos a vasút, a vasúti közlekedés minősége, az autóbuszos közlekedés minősége, és itt egyfelől nyilván a járműpark cseréje, ami előrelépést jelenthet, de hát várjuk nagyon sokan, hogy az elővárosi vasút korszerűsítés is olyan tartós minőségjavítást hoz, ami a közlekedésen keresztül az élet nívót is javítani tudja. De ugyanilyen fontos mindannyiunknak, vagy legalábbis a térség nagy részének a négyes út továbbépítése, hiszen ez egyfelől a
elérhetőséget, a közlekedést a Budapest felé való bejárás segíti, másfelől iparfejlesztő hatása is van, és hát ezt a négyesre felfűzhető települések mindegyike nagyon várja. És már említettem a Nort, ugye Szűke Pátriáját, biztos tudják a kedves televízió nézők, hogy több évig volt polgármestere a Nort településnek, és novemberben egy megújított, egy megszépült rendőrkapitányságot is átadhatott, illetve ha jól tudom, akkor hamarosan a sportcsarnok is a Monoriaké lehet. Így van, a városban egy régi probléma az, hogy a városnak nincs akkora rendezvényterme, amely akár a két középiskolát, Monoron nagy középiskolák vannak, hiszen közel 1000 fős a mindkét középiskola, tehát a középiskolák igényeit kiszolgálja, illetve a tömeg és a versenysport igényeit kiszolgálja. A kormánynak van egy programja, amely a járásközpontokban az úszásoktatás, illetve a tömeg- és versenysport feltételeit szeretné megteremteni, és ebben folyik is egy program. A Monor annak idején 2002-ben megépítette saját forrásból az úszodát, és azóta is a város működteti, és hát most elindulhat egy sportcsarnok építése, ami reményeink szerint kiszolgálja majd mind a közművelődési, kulturális, mind pedig a sporthoz kapcsolódó igények. Nem hiába említette a képviselő úr a novemberi rendőrkapitányság átadót. Beszéljünk egy kicsit a közbiztonságról. Milyen az ön választási körzetében, Monoron és környékén a közbiztonság? Hogy értékel? Hát aki volt katona, az tudja, hogy tiszta fegyver nincsen, csak tisztított, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól leírja a közbiztonság helyzetét is. Tehát közbiztonság, jó közbiztonság az statisztikailag levezethető, de hát az a közbiztonság, amit az emberek éreznek, az érzet igazán nagyon fontos. Ez a szubjektív biztonság érzet. Így van, ez a szubjektív biztonság érzet, és azt azért látjuk, ezt egyébként a felmérések is mutatják országos szinten is, hogy több mint 400 ezerről 300 ezer alá csökkent az év során az országban előforduló bűncselekmények száma, tehát a csökkenés az tetten érhető, javult is a rendőrségi felderítés, de hát az embereket mégiscsak az érdekli, hogyha kimennek az utcára, akkor nyugodtak lehetnek-e, illetve a vagyonuk megfelelő biztonságban van-e. A választókörzetben is az a jellemző, ami egyébként az országban, hogy a kisebb értékű, egyébként rendkívül bosszantó, és adott esetben az életminőséget nagyban befolyásoló bűncselekmények azok, amik nagyobb számban előfordulnak, ez akár az ártkerti ingatlanokra igaz, akár a termény nyelvkapcsolatos lopásokra igaz. Tehát ezek azok, amik jelentősebb számban a térségben előfordulnak. Összességében én azt gondolom, hogy a folyamatok jók, jónak tekinthetők, és a rendőrség erőfeszítései, valamint az önkormányzatok tevékenysége, a polgárőrök járőrözése, és a technikai eszközök, mint például a kamerarendszerek, azok segítik a közbiztonság javulását, és az érzet javulását is, hiszen egy településen a lakók ezt érzik, hogy van jó minőségű kamerarendszer, amellyel nem csak rögzíteni lehet, hogy valami történt, hanem jól látható az, hogy ki milyen cselekményt követett el. Ez növeli az embereknek a biztonságba vetett hitét, és általánosságokban is elmondható az, hogy a rendőrség presztízse nőtt az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy ez is javítja azt, hogy jobban biztonságban érezhetik magukat az emberek, mint mondjuk évekkel ezelőtt. Természetesen az előforduló bűncselekmények, akiket elérnek, az negatív érzetet táplál a közbiztonsággal kapcsolatban, de összességében javult a közbiztonság ebben a térségben is. Említette a térfigyelő kamerarendszert, hogyan jutottnak hozzá a települési önkormányzatok ezekhez pályázatok útján? Az elmúlt években több alkalommal is volt pályázat, illetve saját forrásból is fejlesztettek az önkormányzatok kamerarendszereket. Az idei évben nem volt ilyen típusú pályázat, most gondolkodunk arra, hogy a közeljövőben kerüljön-e kiírásra ez. Magára a kamerarendszerről, a szakmai hasznosságáról azért megoszlanak a vélemények. Tehát nyilván egy nagy forgalomsűrűségű
egy olyan településen, ahol vannak olyan találkozási pontok, csomópontok, piactér. Tehát vannak olyan helyek, ahol nagy a mozgássűrűség, ott hasznos lehet a kamerarendszer, vagy hasznos a kamerarendszer. A kisebb településeken azért sokkal kevésbé mérhető ezeknek a haszna, sokkal inkább csak a szubjektív érzetet javítják, mint a tényleges biztonságot, hiszen azért egy profi bűnöző az ki tudja kerülni a kamerarendszert, illetve ennek a felderítő hatását, és hát egy méret fölött meg eleve már követhetetlen az az információ, amit ezek nyújtanak. Ezért a rendőrség azt kérte, hogy egy kicsit gondoljuk át, hogy hol érdemes fejleszteni és milyen irányban. Köszönöm, államtitkár úr. Most képviselőként fordulok önhöz, az utolsó kérdésem is erre vonatkozik. Ugye már említettük, hogy megkezdődött az országgyűlés tavaszi ülésszaka. Most a tévéfelvétel után oda siet? Mi a napi teendője? Ma is van parlamenti ülés, így van. Délelőtt lesz feladatom majd a parlamentben is, de a mostani felvétel után a KKH vezetőjével fogok találkozni. Ugye folyik egy közigazgatási reform. Gyakorlatilag a okmányok előállításáért, az okmányok biztonságáért és előállításáért felelős hivatal vezetőjével találkozom. Ugye itt változás történt a személyigazolványok kiadásában, illetve új típusú személyigazolvány került kiadásra, amely személyigazolvány egyébként nagyon-nagyon sok mindenre lesz használható az elkövetkezendő években, és hát ki tud váltani rengeteg egyéb okmányt, ráadásul ugye ez térítésmentesen jut az emberekhez. Folyik egy úgynevezett bürokrácia csökkentő csomag, és ennek a bürokrácia csökkentő csomagnak nagyon kedvező hatásai lesznek, hát egyfelől az emberek mindennapjaira, másfelől ez a bürokrácia csökkentés reményeink szerint segíti azt, hogy a gazdasági növekedést kiszolgáló tevékenységek, engedélyezés felgyorsuljon, és ezzel is szolgálja azt, hogy minél jobban fejlődjön az ország, és minél kevesebb papírmunkát kelljen elvégezni azon embereknek, akár amikor vállalkozást indítanak, akár amikor építkeznek. Úgy legyen ez a végszó, tényleg kevesebb teendőig legyenek a választópolgároknak, mind a bürokrácia, mind az adminisztráció során. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, kedves nézőknek pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 20-25 percben Pogácsás Tibor belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, országgyűlési képviselő volt a vendégünk. Beszéltünk migráns kérdésről, beszéltünk a települési önkormányzatok feladatairól, beszéltünk bürokrácia csökkentésről, közbiztonságról és helyi települési fejlesztéseikről is. Még egyszer megköszönöm, hogy befáradt a stúdiumba, és tartson velünk a legközelebb is, ha meghívjuk. Köszönöm szépen. A viszontlátásra. Köszönöm a figyelmüket.